A politológus szempontjából elsősorban az európai erőviszonyok változása érdekes a közelgő európai parlamenti választásokon, illetve annak hatása az európai politikára, mert könnyen lehet, hogy a választás után kormányok és pártszövetségek bomlanak fel, új pártok alakulnak, amit pedig elemezni való a politológusok számára. A szavazásig hátralévő időben viszont a jó szerepét is betöltik, mindenki tőlük próbálja megtudni, milyen eredménnyel végződhet majd a voksolás. Reálisan kell látni a helyzetet, a nyugat-európai politikai elit leszerepelt. Tehát az akármennyire is hihetetlen egy magyar állampolgár számára, de egy átlag amerikai, angol vagy nyugat-európai rosszabbul él, mint 4 éve, ha csak nem orvos, IT szakember vagy hiány szakmában dolgozik, és igazából a nyugat-európai elit nem tud jó alternatívát kínálni, ezért szavaznak protestpártokra, olyan pártokra, amelyek nem a hagyományos pártok, nem Angela Merkelre, Martin Schulzra szavaznak, hanem a protestpártokra, bevándorlás ellenes pártokra, és azokra a pártokra, amik változást akarnak. Azt kell látni azonban, hogy ezek a pártok hiába erősödnek meg, hiába gyengül Angela Merkel pártja, olyan 20-30%-ot fognak tudni elérni az Európai Parlament, ami egy nagyon nagy arány. Itt az a kérdés, hogy lesz-e egy harmaduk, mert az már egy blokkoló kisebbség lenne, például a Sargentini jelentést is 2/3-dal fogadták el. Tehát ha ezek a Brüsszel kritikus pártok összességükben, 2-3 frakcióban 1/3-ot szereznek, akkor a 2/3-os bevándorláspárti többséget le tudnák blokkolni. Ez egy reális eredmény egyébként. A bevándorlással szembeni kritikusság Nyugat-Európában, Amerikában már átbillent. És olyan tömegben érkeznek emberek, akár Amerikába, akár Nyugat-Európába, hogy ez teljesen felborította a nyugat-európai hétköznapokat. A bevándorlók általában a nagyvárosokba költöznek. Berlinbe évente 40 ezer ember költözik be, németek, külföldiek egyaránt, azonban csak 15 ezer lakás épül. Ez azt jelenti, hogy eddig 400-500 euróért lehetett lakást bérelni, most már 700 és 1000 euró között van egy átlagos lakás havi bérleti díj, amit már nem tudnak úgy kifizetni a németek, mint korábban a 400-500 eurót. Ezért nagyon sokan a bevándorlókat hibáztatják, egyébként joggal, hiszen egy ellenőrizetlen beáramlás az nem jó. És hát ugye erre rakódnak rá további konfliktusok, és ezek azok, amikre a nyugat-európai bevándorlásbarát politikusok nem tudnak jó választ adni. Ezért keresnek a polgárok új válaszokat. Hát azt látjuk, hogy Magyarország, a visegrádiak erre adtak egy választ, hogy a saját családainkat kell támogatni, a gyermekvállalást kell támogatni, és nem idegen népességet kell nagy számban beengedni. Erre már 2016-ban a népszavazáson is több mint 3,3 millió ember mondott igen, illetve a választásokon is azt látjuk, nem csak Magyarországon, hogy ez a téma már meghatározó, tehát Svédországtól egészen Hollandián át, Olaszországig az összes választáson ez a kérdés a meghatározó, és már Németországban is a németek 54%-a azt mondja, hogy nem kérnek több bevándorlást. Erre azt mondják nekik Merkel kancellár, hogy a 1,5 millió helyett idézőjelben csak 180 ezer migráns kaptok évente. Ugye Magyarországon Orbán Viktor azt mondta, hogy nulla a mi számunk, tehát hogy mi nem támogatjuk, mi egy másik utat járunk, és ez az út egyre népszerűbb Európában. A választási részvételt tekintve korábban mondhatni érdektelenségbe fulladt egy-egy európai parlamenti választás, most viszont a politológus szerint jóval többen mennek majd el szavazni. Jobban látják az emberek, az európaiak, hogy a döntés 5 évre szól, és ha rossz irányba megy Brüsszel, akkor 5 évig rossz irányba viszi az egész európai kontinens, az uniót. Ezért magasabb részvétel várható, Magyarországon 28% volt 5 éve a részvétel, most biztos, hogy magasabb lesz, 35 vagy akár 40% is, hiszen látják az emberek, hogy mennyire fontos. A gazdáknak fontos, hogy megmaradjanak a mezőgazdasági támogatások, a vidéken élő embereknek nagyon fontos, hogy a kohéziós strukturális támogatások megmaradjanak, amelyek az életkörülményeket főként ugye Magyarország vidéki részén javítják, a fejlesztések ebből valósulnak meg, és hát azt is látja, hogy aki nem támogatja a bevándorlást, az is most mondhatja el demokratikusan a véleményét, 20 perc az életünkből szerintem bőven megéri, 500 éve Hunyadi Jánosnak még az akkori magyaroknak az életüket kellett áldozni, a törököket, a muszlim bevándorlást, a muszlim támadást megállítsák, akkor Magyarország 1456-tól 1526-ig nyert mondjuk 70 évet. Most nekünk nem az életünket kell feláldozni, csak 20 percet az életünkből, hogy elmondjuk a véleményünket és megállítsuk a bevándorlásbarát pártokat. A részvétellel kapcsolatban még érdemes megjegyezni, hogy a kis pártok számára akár veszélyes is lehet a szavazók magas száma, hisz minél többen adják le a voksukat, annál magasabb lesz az 5%-os küszöbérték. Az emberek elmennek szavazni, elmondják a véleményüket, és hát minél többen mennek el, annál jobb, ugye annál több ember mondja
el a véleményét, a választás a demokrácia ünnepnapjának nevezzük, valóban az 5%-os küszöb feltolódik, de hát ha a pártoknak, a kisebb pártoknak jó programja van, be vannak ágyazva a társadalomba, helyi szinten jelen vannak, tudnak beszélgetni az emberekkel, akkor ők is több szavazót tudnak elvinni. Tehát igazából ez azoknak a pártoknak rossz, amelyek csak a médiában vannak jelen, csak a fővárosi liberális buborékban működnek, meg a tévében, de igazából nincsenek jelen az ország egészében, és ezek a pártok nyilván a magasabb küszöbbel nehézségbe ütköznek, de azok a pártok, amelyek működő pártok, valódi pártok, azoknak többen mennek el, az ő szavazói közül is többen mennek el, tehát igazából ez a buborék pártoknak vagy a média pártoknak rossz. A májusi választásnak nem csak az Európai Parlament összetételére lesz hatása, az eredmény az őszi önkormányzati választások szempontjából is használható lesz majd.